Na, sziasztok és üdvözlök mindenkit a csatornán! Életünkben először FS25 -e videó, viszont live -ok már voltak egyébként. A videó címe nem hazudik, szóval ezt a videót az nézze végig, aki a Riverbend Springs mappon szeretné mind a 25 gyűjthető tárgyat megtalálni. Ezekért a villanásokért meg dolgokért szóri. Um, hát uh, ez farming, ez most ez így ilyen a steam verzióban, nekem legalábbis, uh, majd nézek olyan beállítás, hogy ne villanjon. Tehát akkor csekkold ezt a videót, ha kíváncsi vagy te is, hogy hol tudod összegyűjteni a 25 darab gyűjthető tárgyat, ami egyenként 10.000 eurót fog neked jelenteni, tehát 250.000 eurót csak ezzel össze tudsz szedni, akár az első pillanatokban. Ehhez célszerű venni majd egy járművet vagy traktort, ha úgy van, és akkor mutatom az elsőt, nagyon egyszerű helyen van. Az első az alig kell jönnünk valamit egyébként, itt van a farmunk, ahol kezdünk, ugye az alapfarmunk, és a földek végén, de mutatom a mappon is, tehát itt a négyes és az ötös föld közötti út végén van ez a házikó, ide kell bejönni szépen, és ide a jobb sarkába bejöztök, és ott láthatjuk is, ennyire nem kell bejönni, ide inkább, bocsát nem, ide bal sarkába bejöztök és nyomtok egy ert és ezzel ma meg is vagyunk a gyűjthető tárgyak egyikével, ez volt az első, a legegyszerűbb ugye és 10.000 euró durran a kasszába, szóval folytatjuk a következővel. A következő tárgy sincs túl messzire a térképen, ez itt található egyébként, de hogy kiosztok a farmoktól, tehát itt van az egyes föld, úgymond a farmotok, ezen a hosszú útól és itt balra a legvégén az elágazásnál, ide jöztök el az épülethez, egyébként itt található. És akkor begyalunk, és itt van a gyűjthető tárgy, és össze is szedtük, tehát ez volt az valamit a polcon, vagy fogalma nincs, ez volt a második, ugye már 20 ezer eurónál tartunk, jön a következő, következő áldozatunk pedig itt található, ennél a nagy malomnál ez egy kis udvar, a 21-es föld fölött vagyunk jelenleg, és mellett inkább, ez kell idejönni, tehát nem, nem messzire van egyébként a farmotoktól, meg az előző megtalált Témától, tehát ide kell jönni ide fel, és be kell ugrani ezen a kerítésen szépen a villanásokért még egyszer bocsi, és ezt a valamit, kapatartó, eszköztartó lesz a következő, amit meg tudtok találni. A következő tárgyhoz pedig egy kicsit kell jönni a 21-es föld felé, tehát itt vettük át az előző gyűjthető tárgyat, most pedig feljöttünk ide. Tehát a 21-es föld fölött, tehát a map bal felső sarka felé tartunk és szimplán itt egy szélmalom, vagy mi ez alatt ezt a kis szekeret kell begyűjtenünk, ez a következő. Itt is vagyunk a következő lelőhelyünknél, ehhez a farm épülethez kell ide jönni, egyébként ez a 16-os földi jobb felső sarkánál található, közel egyébként a kezdőhelyünk az a farmokhoz, pontosan ide kell jönnötök, majd ugye itt kezdtek, itt a farm, és ide kell jönni, tehát nem nagy távolság van, tehát ezt is összeszedhetitek egyébként. Egy, én amúgy inspirálódok egy angol videós, videója alapján, csinálom meg ezt a magyar verzióba, igazából a link a leírásba az eredeti feltöltéshez. Ez ide fel kell jönni a létrán, itt el kell sétálni ezen a kis rácsos szerkezeten, és itt is van ez a kis szerkezetünk, amit össze kell gyűjteni. 20 darab maradt, tehát ez 50 ezer eurót jelent. A következő kincsünk köz pedig ide kell jönni, és itt, hát itt azért, ha megnövekszik a víz, akkor nem nagyon lehet közlekedni, de egyébként most lehet. Ezen a kis ö, járdán kell végig sétálni, vagy ö, építményen, és ide be kell jönni, és ez a lapát lesz a kincsünk, amit össze kell szedni. Tehát hatodik megvolt, ez 60 ezer eurót, tehát lassan már egy jobb akciós traktort meg tudtok venni ebből a pénzből. Félkép alapján egyébként majdnem elfelejtettem megmutatni, itt a 27-es föld mellett van ez masszív brutál nagy épület, és itt kell keresni, tehát ennek az útnak a végén igazából egyből itt van, csak itt fák vannak, kinagyítva pedig itt találjátok meg, jöjjön a következő. Ezt pedig itt fogjátok megtalálni, nem messzire egyébként méterekkel, tíz méterekkel az előző után, a 25-ös föld mellett található, úton ide kell egy jönnök, tehát itt volt az előző kincs, most ide kell jönni, és ezt a kis pajtát fogjátok megtalálni, ide csak simán bevolkoltok, besétáltok, és még pontosan én se tudom melyik az, igen ez, ott az a háló volt egyébként. Tehát most már egészen szép összegnél járunk, jöhet a következő kincsünk. Következőt pedig a 31-es föld mellett találhatjátok meg, egész pontosan itt az út mellett kiobra a map tetején, közepének a tetején gyakorlatilag. tehát itt van a következő, ebbe a kis házikokba kell bejönni, és őt kell megkeresnünk ezt a kis valamit. Szóval 17-es darab maradt, tehát 8-at már megtaláltunk ilyet, és a következő, és nem kincsnek nevezném, hanem gyűjthető tárgyak, amik a múzeumban mennek, tehát egy picit ez félre informáltalak benneteket eddig. Következő tárgyunk egy kicsit eldugottabb, szerintem er azért, mert nem sokan jönnétek rá, hogy ez pontosan hol van, legalábbis a játék korai szakaszában, főleg nem, ahogy én sem. Egyébként ezekből egy párat tudtam én. Kommentben majd írjátok meg, hogy hányat tudtatok ezekből a rejtek helyekből. Következő pedig itt a 47-es földnél, talán itt vannak ugye a méhek, ide kell jönnötök, egyszerűbben mutatom, kizumulok egy kicsit nektek, tehát ide kell majd jönnötök. Kompalis jettek, vagy ugye körbe autózzátok a bolttól, és akkor itt is vagytok könnyen, és át kell ugornunk ezt a kerítést. Itt rengeteg mély van, ugye? És ezt a kis, hát fogalmam nincs egyébként, mit gyűjtjük be. Tehát ezt azért szerintem nem sokan veszik észre, így az emberek közül valószínűleg én se találtam volna rá egy könnyen. Következő gyűjthető tárgyunk pedig egy nagyon szép helyen van, ez a gyönyörű farmocskán, kicsit a mély kaptár felett van egyébként itt találhatjátok meg, ugye a 43-as föltől jobbra, ide fogtok jönni, ugye itt volt az előző, és akkor be kell mennünk ehhez a gyönyörű szép napraforgó mellé, még hozzá egész pontosan ide be kell bújunk, és itt is van ez a hatalmas, hát nem lehet nem észrevenni tárgy, ez a következő a szalmak azal között, alatt, felett, Öm, és már egészen nagy summánál járunk, jöjjön a következő. Őt pedig nem más helyen találhatjátok meg, nem messzi egyébként az előzőtől, tehát próbálom közeltenni meg a videó alapján is, nagyjából így csinálja a srác szóvalja. Mondom még egyszer a link a leírásban a videójának. A 39-es e, föld, hát ez nem föld, hanem erdő mellett találhatjátok meg, a map jobb tetején gyakorlatilag. Ide kell, jönnötök. És itt lesz egy út, befelé, itt le kell majd jönnötök az útról. Tehát onnan és ide egyszerűen csak besétáltok, és itt találtok az jó öreg, hát nem is tudom minek nevezhetem, morzsoló, vagy I don't know mi ez, ő volt, még 14 maradt, nem maradt egyébként sok, lassacskán meg vagyunk 11 el ami 110.000 ezer euró a zsebbe. Következő helyszínünk egyébként egy leadó helyként is funkcionál, hogy ide benéznétek -e, azt nem tudom, de ezt itt találjátok egy köpése, tehát le tudtok gyalogolni az előző helytől, az 51-es föld felett ez a leadó helyhez kell jönni, a fonó üzemhez kell majd jönnötök, és itt a sárga, a sárga, a fehér autó mögött kell besétálnotok, és már itt is találjátok ezt a régi írógépet, amúgy ez nagyon vagány, nagyon jól néz ki, lehet rajta billentyűket nyomkodni, ez pedig 10.000 eurót jelent, jöjjön a 13. vagyis a nem, de a 13. jön, igaz? Nem tudom, hanyadik jön a következő jön. Következő gyűjthető tárgyunk pedig az 55-ös föld melletti papírgyárnál található. Ide kell jönnötök fel ide az út közé, ide szépen fel, és itt találtok egy sétányt, ezen kell végig sétálni. Nem lehet eltéveszteni. Egyébként ez is egy olyan hely, hogy ide, hát mondjuk ide gyakorlatilag jössz mert ezt meg tudod vásárolni, de hogy ide benézele és ezt itt összegyűjtöd, de az már egy másik kérdés. Szóval megvan a 14. vagy 3. Jöjjön a következő. A következő helyen ez a Willy Usai hajóhoz kell jönnötök. Ez is egy leadó hely mellett van, tehát itt vagytok hozzá közel, ha ide jössz csak néha leadni, bár egészen messzire van és itt végig kell sétálni és ezt a szerkezetet keresitek meg, egyébként ez itt található a mappon, ezen a ponton a 61-es föld és a 64-es föld alatt, ide kell jönnötök, és ezt a kis dolgot keresitek meg, 11 darab maradt, szóval csekkoljuk a következőt. Következő helyszínünk pedig a 82-es föld mellett található, ide ehhez a kis kék bódéhoz kell jönni, itt a térképen, ugye itt a 82-es föld és a sínek között fogjátok ezt megtalálni ide be kell sétálni, és egyszerűen csak össze kell gyűjteni az itemet, még hozzá elnézés, csak pontosan ez, ez a kerék itt. 10 darab van, tehát 15-öt összegyűjtöttünk, 150 ezer euró már a zsebben van. Következő tárgyunkhoz egy kicsit merésznek kell lennünk, egyébként ezt itt találjátok nem messzire a 82-es földtől lefelé. Ez itt az elalakú épülethez kell jönni, meg itt egy leadó hely is, egyébként itt a bolttal szemben van. Ezeken a dobozokon be kell ugrani, a kerítésen át, és hát kukázni kell, szóval ezt csak azok vegyék ki, akik merészek. Ezt a kis seprét vagy gerebjét kell összegyűjteni, akarom mondani. Ez volt ugye a 16. maradt, még hátra 9, szóval menjünk a következőhöz. Következő tárgyunk a 86-os Föld mellett található ö, egy ilyen kis. Nem is tudom, minek mondanám, egy malom, vízmalom volt itt, vagy egy ilyen gát igazából. Ide kell jönnötök, tehát a mapon itt találhatjátok meg. Egyébként a farmon itt van, tehát át is tudtok kompozni, vagy úszni akár. Ö, és fel kell jönnötök ezen a lépcsőn. És itt ugye nem nagyon látok semmit, hogy mi a helyzet. Na most itt van egy átjáró, ha innen ösztök egyébként, akkor még jobban látszik. Tehát itt az átjáró, át kell bújni, és egy gyönyörű mini vízesés van itt. Egyébként ez nagyon szép és őt, ezt a festményt kell összegyűjteni, ami ki tudja milyen kincset tározva van, aminek a működését egyébként. Ez a következő, ez is nagy összegeket jelent a számunkra. Következő gyűjthető tárgyunk egy kicsit magasra kell merészkednünk, a 86-os föld fölött található ez a kis kék tárgy, ugye ez, ez a nagy magas les. Hát itt föl kell bizony mászunk, tehát az előzőtől megint nem messzire kell jönni, és a tetén fogjuk megtalálni a kis témánkat, dolgunkat. Ami nem más lesz, mint egy nagyon jó kis uh, kájha, vagy minek mondanám. Ő volt a következő tárgyunk, és itt ki lehet jönni gyönyörködni a természetbe, meg ezt a hatalmas nagy labdát akár az autóra rá is lehetne dobni, ha pontosan tudnám, hogy hol van, hát mindegy, leesett, majdnem, majdnem oda dobtuk. És innen egyszerűen lehet majd távozni, de előtte megcsodálhatjátok a gyönyörű szép mappot. Tehát ez a következő dolgunk, szóval jöjjön a következő kincsünk. Következő dologhoz pedig a fűrész telephez kell ellátogatnunk. Szerintem ezt mindenki tudja, hogy hol van, de megmutatom, itt a 79-es föld mellett található. Ugye a fűrész malomhoz kell jönnünk. Egészen pontosan ezt az épületet keresétek meg, ide kell állni egyébként hozzátok a fát, és ha azt el akarjátok adni, akkor ide kell besétálni, és itt lesz egy, tehát itt besétáltok, ott lesz egy opció rá, aki nem tud, nem, mert én is érte nem jöttem rá. Na most a gyűjthető tárgyunk pedig itt található ez a kis táblácska, ennek a malomnak a hátánál, ezt kell szépen begyűjtenünk el betűvel, és a hat darab, maradt hátra, ami 60 ezer euró, gyorsan szedjük be azokat is. Következő lelőhelyünk, ez pedig a 70-es föld bal felső sarkához kell ellátogatnunk egész pontosan ide és be kell sejtálnunk itt a susnyásba és ebbe a kis pajtába fészerbe találjuk meg ezt a hát ez egy tengeri daráló szerintem fejtő vagy nem is daráló lehet fejtő inkább de lehet teljesen más ő lesz a következő és öt darab maradt vissza szóval azt is gyorsan megmutatom hogy merre találhatóak ha véletlenül ide jönnétek tankolni, első sorban ne felejtsetek el fizetni, második sorban pedig egyébként itt található a jobb alsó sarokban lévő 76-os föld alatt a gas station, tehát a benzinkút mellett található, Ö, meg itt szépen ez a kis fali dísz, ezt kell elhoznotok, ami 10.000 eurót jelent majd, és ebbe Persze tankoljátok meg a gépet és fizesétek azt is ki. Következő helyünk pedig a benzinkútól nincs messzire, ki kell jönni az egyenesbe, és itt a 77-es föld alatt található kötélgyárhoz kell jönnötök. Ide kell besétálni és a földön kell keresni, azt a is kis mityürkét nem is volt olyan nehéz megtalálni, szóval egy csekkoljuk is le a következőt. Ezek az öreg pajták rengeteg kincset rejtenek számunkra, ez most sem lesz másképp. A 80 föld alatt található ezek a kis pajta, ide kell bejönnötök az előzőtől egy köpésre, és itt találjátok meg ezt a gyönyörű szerkezetet. Már csak kettő maradt vissza, szóval az még 20 ezer euró, azt be kell szednünk nagyon gyorsan. Na, ez már egy jóval eldugottabb helyen találtunk meg. Egyébként a térképen, itt a vízszínben alul voltak ezek a cucok a 90-es föld mellett van egy patak, itt kell inkább besétálni, nem ajánlom, hogy járművel gyertek, nekem sikerült, szűkös a helye kicsit, és ebben a lerobbant kis pajtába ezt a nagy szerkezetet bőven is lehet venni, egyébként ilyen talán már, vagy hasonlót szereztünk, és akkor jöjjön is az utolsó, talán azt hiszem, így van az utolsó. És akkor jöjjön a legjobban várt pillanat, az utolsó begyűjthető tárgy pedig nem messzire, a 90-es földtől. Éjszakra található egy picivel, tehát itt látjuk meg az előzőt, itt pedig ebbe a házban találhatjuk meg a következőt, ez szintén leadó hely egyébként, ilyen deszkák, meg hosszú deszkák, ide fel kell ugrani, ez itt egy olyan platform, hogy itt egy gyakorlatilag egy platformon, tehát értitek a célzást és ide be kell jönnötök hátra, ide le kell sétálni, és itt található az asztalon, ez jó öreg lámpa, és ezzel nem csak 250 ezer euró boldog tulajdonosai, hanem egy achievement tulajdonosai is lehettek, összegyűjtöttük mind a 25 itemet, csekkoljuk is le, hogy hova kerülnek ezek. És végezetül itt található az összegyűjtött tárgyak múzeum a 67-es föld mellett, vagy a 66-os alatt, ugye ez külön egy leadó helyként funkcionál egyébként. Itt van a Gabona Elevátor Múzeum, ide kell bejönnötök, szépen le csekkolni a dolgokat, itt is van kint, itt van ugye a festmény, az a tárgyat is találtuk, ezt is találtuk, itt bent is ezeket a dolgokat találtuk, a legtöbb mindent, itt is vannak, beleülük szép számmal egyébként, itt lent talán, uh, itt de itt is van ez, ezek a gépek, szintén ugyanúgy, vagy ez a talicska, mondjuk ez szerintem pont nem, de mindegy. Ha tetszett ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, like osszátok meg minél több ember lássa, aki ezt szeretné esetleg összegyűjteni. Ha tetszett, akkor még egy kommentet is megköszönnék szépen, egy algoritmus segíti kommentet. Remélem tudtam segíteni, ha igen, akkor dobd meg egy kommentben a véleményedet, és azt is, hogy te hányat tudtál ezek közül. Köszönöm szépen a figyelmet, a következő videóban találkozunk, és ha szeretnétek, akkor legyen farming videók, akár akkor azt is kommentben majd jelezzétek könyvvideóig pedig pacsi, iratkozzál föl, ha nem lennél, mert a nézők 85%-a nincs, szóval te ne legyél a nagy átlagba benne, a sorba benne, köszi a figyelmet még egyszer, pacsi, sziasztok!